kijövlem, és megnézzük ezt a volt UNESCO-s épületet mi is. Többen láttátok már, gondolom a Gyulának a szellemhárosokos videóját, mi is eljöttünk. És megnézzük. Tehát akkor megkezdjük mi is ezt a város végetes történetet, ha már mindenki volt itt. Remélem nincs kopi szaga az egésznek, ez nem kopi, csak egyszerűen érdekel minket is. Aki részleteket akar megtudni erről, nézze meg a Szellemvárosok videóját, ott teljesen részletesen el van mondani, hogy mi, hol, micsoda, miért. Mi csak egyszerűen megnézzük. Vágj ki egy autót, az van odaírva. Lehet a lámpámat be kéne izzítani. Egy kanonmasina. Vajon mit fénymásoltak ezzel a legutoljára? Eléggé le van robbanva az épület, de hát nem is vártunk mást. Igen, ez a szoba, ez rémlik nekem abból a videóban, amit gondolom többen is láttatok. Bepattintom a lámpát, úgyhogy kis hatásszünet, és már jövök is vissza. Hung Expo. Mi folyik itt gyöngyösen? Mindenki milyen csendben van, nem kell. A videóban ez van megcsinálva, úgyhogy ide van rakva egy sapka, egy zubbonnyal. Ha végeztek? Gyuláéve. Sikerült valamit? Jó, a lévás utában lesz jelzik. Csabi. Már azért nézetem is. Vagy egy fotót. Szar lett, mi? Hát a fejem a szar, de hát azért nem tudok változtatni, basszik.
fűtő. Talán zsúlé. Fűtő. Úgyis nektek izé van, itt van burkolat, ragasztó, tele van gázos a, amit vesztek házat, vagy gázos, na akkor itt van, tessék, egy konvektor. Valaki odaszart. Az is van. Ez az a szag, amit nem lehetett a videóban érezni. Kőkemény tömény szarszag van. Na hát akkor nézzünk szét mi is, hát ha itt a fénybe többet találunk. Ez egy béta. Béta szallag. Adidas Streetball. Fantasztikus világ. Fordítva. Az igazság az, hogy most néztem meg a videót, nemrég a Hajnerféle videót, és pont ennél a helynél, hoppá, pont ennél a helynél mondja, hogy olyan furcsa szagok vannak. Na most ők azt hiszem, ha jól tudom, valami este vagy éjszaka voltak itt. Hát nem vették észre ezt a sok szart, hogy végig van szarva minden. Tehát igazából ez. Vagy lehet látták, csak nem mondták, de... Ez zavarhatnék. De ez ennek a szaga, hoppá, ez ennek a szaga. Azt szerettem volna megnézni, hogy milyen dokumentumok vannak ott. A lépből is ezt a gyógyszert. Igen. Gépkocsi használat. Papírok. Azt a mindenit, mennyi kazetta. Végig videókazetták. Adidas. Francia verzió. Igen. Beta rendszer videókazetták, VHS szallagok. Meg egyszerűen ilyen filmek, nézd csak! Ó, az igen. És látni is, hogy mi volt rajta. Hát ezzel most nem tudom kisillabizálni. Gyula bátyánk már ezt végigtúrta. Úgyhogy nagy csodákat szerintem nem fogunk leállni. Sőt ezt a éttermes történetet is.
tudom, mennyire sikerül bejárni az épületet. Rengeteg időnk nincs. Micsoda? Egy jakó? Faszakabát van itt. Ez penészed vagy valami? Ez penész, bazd meg. Valami szar bepenészedet vagy. Kurva élet. Mit? A kajára kivárom, ez az. Ez friss? De az nem friss. Ez hajléktalannak a kajája szerintem. Szerintem azóta nem járnak ki oda, vagy nem járnak oda, amióta itt vannak ezek a ligetvédők. Emellett. Itt jöttünk be, ugye? És arra indultunk? Nem. De itt jöttünk be, igazatok már. Körbe jártuk magyarul itt az alsó szintet. Hát jó gyorsak vagyunk mi. Dorikát megvárjuk. Itt is vannak filmek. Ilyen porszívós történet. Nem tudom, nem volt ennek pincéje. És végül sem ellen. Milyen jó fény van. Merre induljunk? Arra is. Ugye erre? Nézzük meg. Ez így erre körbe megy? Szerintem is csak ennyi. Amit szavaztam. Igen. Ez egy üres szoba. De csak egy üres szoba, itt nincs semmi. Szarkofágban aludt Som Lajos. 2012. szeptember 26. El nincs semmi, csak egy üres szoba. Zoltán. Zoltán! Igen, 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 kapcsolok is fény. El is emlékszek. Nincs benne a tekercs. Piedón Afrikában. Zoli? Zoli? Hozzájárulok az új gépethez, majd ha telepíteni kell. Köszönöm szépen. Mi? Kipox. Mi jó? Strandrollok. De nézzétek már ezt, hogy miért mondották meg. Teljesen a földszintig van mondva. Philips TV, picit felpukkanva. És itt van a belső udvar. Nagyon szép. Lehetett ez valamikor. Meg kéne ijeszteni, de ugye francba.
Fiúk lejöttek. Lehet, ők ijesztenek meg engem. Vannak érdekes dokumentumok? Gyuri. Nincs Gyuri. Portfólió. Merre vagytok? Igen, arra én is vágytam. Lati, most jött egy csávó, adta neked, hogy ezeket ki kéne hordani. Ja, bocsánat. Bocs. Itt vége? Hol van ez a szoba? Van ez a nagy szoba, ami tele van hangán az borítókkal, azt kellene megtalálni, ez egy hatalmas. De még van egy ilyen felfelé? Nem a tető van? Azt hittem a tető van, már csak. Ebbe jártál vagyok ebbe a témavidészeti szakfizikuskolában? Nem. Rángatom ezt a kamerát, hogy mindjárt behánytok. Párizs. Álljátok, egy lámpát gyújtok. Párizs. Tök üres! Már megérjen. Zolika? Még egy. Strandoptop, de ez ugyanaz? Nem. Megtaláltam. Volt CD is, mondtam neki, én azzal járnak hozzá. Forma 1. 1999. Promós videó. Forma 1, magyar negydi, 99. Nem reklám videó. Volt. Pedig ez... Jó cuccokat már elvitték haza. Már csak a tokokat hagyták itt nekem. Elvitték a NDK-sportot. Amúgy meg... Várj, lámpát kinyomom. Amúgy meg nekem a Hajnal Gyula mondta, a Gyula bácsi, hogy innen bármit el lehet vinni. Most jön a kamion. Öt év, mondom, kötél. Az így van.
Odorik. Ki van takarítva? Miért van felmosva szerintem? Felmond takarítva. Mi van? Felmond takarítva. Hát ez a vég, Katalin, ez gondos. Igen. Na, felmond takarítva kérem szépen. Ha eltörik a felmosó nyél, ezzel a módszerrel bármikor meg lehet javítani. Ne járd össze a frissen felmosott izét. Zoli Kálfán szerintem tömeg vagy sem szeretném. Itt mi van? Semmi cseszek. Itt vannak az emberek. Gyorsan ugolj bele a gumikhez kibaszt. Fintesd az emberek. Na mennyi? Menjél. Miért? Ez benne marad minden. Ez egy, aki nem tudná, ez egy közös túra videó. Ez egy közös túra videó itt a csapattal, a Arbex Hungary team. La Hungary a Paris. Hanyadik a ma? 21? Akkor ezt 4 napja írták ide. Keresett hangja az egy szoba. És itt vannak a sablonok, amivel festegették itt a falakat. Kátszós út, ha végig megyek rajtad. Amit megláttak, azt kell elénekelni. Csokonai vitéz miatt. Na, te azt énekelned. Szimfoni. Itt az ára rajta 100 forint. Csendes Fantyú! Mondom, nehéz benni, korban nem ér. Hát na. Saska balé. Na, 50 a fele. Tchaikovsky? Tchaikovsky. Liszt. Liszt. Kasszi, jövő hétvégére ezt kérem. Halvány őszi rózsa. Na és ez mi lehet? Bárkód. Nem még. Azt tudom. Csak hogy... Na. Vajon mi lehet? Lehet az a város érés? Mondja, megnézzük. Ja, megnézzük, mi lehet ez. Fú, mennyi üzenetem van.
Na, meg is van. Hát valami Facebookos dolog. Csak leesett a izé. Hallatlan non-profit szervezet. Riga utca 6-8. És akkor itt rá kell nyomni, hogy itt voltam, vagy mi? Van papizacsid? De jó papizacsid van. Vastag, hányos. Csabi, hányos? Na, de hány nekünk a kocsiba. Na, szóval akkor ezt itt bejártuk. Az emeleten ki lehet még menni a tetőre, mert én láttam a Gyula videóját. De te nem néztük. És tudom, hogy ott a tető van. De szerencsére van egy emberünk. Van egy beépített emberünk, hogy biztosít mit. Annyi, hogy utána fel kell mosnunk itt még egyszer. Összesen sepelem szépen. Egyébként tényleg? Lehet, hogy rosszkor jöttünk, nem? Lehet, zavarunk. Cipő-e. Kitak. Hol van? Őszi rózsa, olyan muzsikus kedvem lett a sok borítótól, olyan muzsikus. Ez a hatásról. Nincs, de meg a fákat. Ezt úgy szokták mondani, hogy menj meg a fákat, egyél hódot. Ezt mondtam. Itt? Hát ti ne, olyan néznek. Hoztál hurkát? De neve éveset? De ne, véreset. De ne, véreset. Na, én be se férek oda. Hát, te nem is mehetsz oda. Csak azt mondtam, miért ég a lámpa. De mentolosat. De mentolosat? De mentolosat. Ez nem is mehetem. Ne vedd le, mert utána kidobnak innen minket, mint fingot a gatyából. Mit? Persze, mert látta, hogy itt vagyunk, és most fogunk itt. Ahogy felmentél? Mintha falnak mondanám. Azt hiszem, hogy szétcsesszük a szépen kitakarított szobát. Összejárkáltuk. Tuk. Tuk. Lenéztem, hogy a sarokán is kérdezik. Ja, bocsánat, nem szóltam. Már nem is szóltam. Már jó volt a megvászás is. Mondtam, hogy mi látszik innen a tetőről, mert ezt is megmondtam. Igen, igen. De hogy igen. Bár, hogyha ott lennénk abban az étlegben. Van véve a kamera egy látószöggel kisebbre, mint a Max. Mm-hmm. És hogy tartom, kimarad mindig a fél fejem, azt mindig elfelejtem. Én mindig nem szeretem a magasat.
Nem is tudom, hogy voltam képes felmenni a Eiffel-toron tetejére. Überscheiße, ez a kijelentés zártája a fűtésnek. Na, és itt ebbe a fiókban lesznek a csicskak. Be is van zárva, mondom én, és ez a titok titok is marad. Ez titok marad. Csabi, cipőjére van, hogy te vitt? Igen, ezt mondom érted. Azért jöttünk, csak jöttünk megnézni a buffet. A belsőből nem visz ki minden. Ja, így jöttünk be a büfére. De körbe megy az épület, és ott bemész a másik oldalt. Az pont a belső udvarra megy ki, az a... Azt mondom. Még azt megnézhetjük még. Na, megnézzük meg a belső udvart. Na, megnézzük, hol voltunk. Mit? Hát szerinted miért akarják lebontani? Vízbe? Mert a terület jó, sokat érhet, mert nagyság is. Megadtam a választ. Ott elmentünk a mellett mi? Hát biztos, hogy körbe jöttünk talán. Ott egy mackó szabad. Egy mackó. Mackó bácsit megnézünk. Ati! Mit találhatod a csatornán? Ott voltunk már, amúgy? Nem, nincs benne semmi, csak egy kis. De nem értem. Valami bunker lesz. Ez a bunker lejárat, aha, a szellőzője. Ez, ha jól látom, 10 méter, és ott van a lejáró. Itt is voltunk. Az utolsó kapcsolja le a villanyt. Köszönöm.